tulajdonképpen apámnak állít emléket, aki nagy lovas ember volt és lótenyésztő. Itt tulajdonképpen egy klasszikus kompozícióról van szó, a lábaknak a dinamikája, a karnak a dinamikája, és maga a lendülete a lónak. Hát ahogy így forgatom körbe, ez elég régi darab, úgyhogy most ezt szeretném körülbelül ilyen nagyságban, aminek a váza készül megcsinálni bronzból. Én egy olyan családba születtem, ahol mindig lóval foglalkoztak. Apám ugyan paraszt ember volt, de 4-es, 5-ös fogatot hajtott versenyszerűen. Lovat tenyésztett, a nagyapám is Nyíregyházán volt Ludovikás lovasoktató, a huszár. Úgyhogy én gyakorlatilag belenőttem a lóba, meg a ló szeretetbe. De nálam ez nem úgy nyilvánul meg, hogy tenyésztek, vagy lovagolom a lovat, hanem ez szintén ösztönszerűen beleépült az én világomba. És azért jelennek meg sok helyen lovak. Hát én elég sok lovas köztéri munkát is csináltam, legalább 10-et tudnék mondani. Nagy lovas szobrot, ami itt a műhelyben készült. De olyan munkát vállalok el, ami a egyéniségemnek, az én karakteremnek megfelelő, és úgy csinálom, hogy ebből tudok valami komolyat készíteni. De ha megnézzük a művészettörténet folyamát, a szobrászat az mindig egy ilyen megbízásra épült. Tehát, hogyha végignézzük Egyiptomtól a antikvitásig, a középkorig, egészen mostanáig, tulajdonképpen megbízásokat kaptak. Hát Michelangelo is a Gyula pápa síremlékét készítette, ahhoz készítette a rabszolgákat, milyen gyönyörű lett. Vagy a Sixtusi kápolnát kifestette, aminek nem nagyon örült, mert azt mondta, hogy ő nem festő. De a pápa azt mondta, hogy meg tudod csinálni, fest ki. És mégis óriási művek születtek ebből. 4 vonalat különböztetek meg a szobrászatba, de más művészetbe is, ami mint alap fontos. Egyrészt a szakralitás. A szakralitás az végigkíséri a őskortól napjainkig a szobrászatot is, de más művészeti ágakat is, de ezek között, a művészeti ágak között van átfedés. A másik művészeti hozzáállásforma az az autonóm művészet. Az autonóm művész az azt jelenti, hogy a saját világát próbálja. Ez inkább a 20. század, 19. század vége, 20. század és 21. századra jellemző. Ugyanakkor előfordult már egy-két ilyen darab Michelangelo-nál vagy Rembrandt-nál, hogy ilyen nagyokat mondjak. Aztán van a másik része ennek, amikor társadalmi megbízatások vannak, tudom én, egy város, egy kis közösség, egy alapítvány kér meg egy művészt, legyen ez szobrász vagy festő, hogy egy olyan embert vagy olyan eseményt örökítsen meg, ami nekik fontos, egy író, egy rendező, egy költő, egy hát sok ilyen ember. És a negyedik rész pedig, amikor a politika mondja meg, hogy mit kell csinálni. Ez egyrészt nem biztos, hogy rossz dolog, de sok rossz dolog is született, mert ugye a fasizmusnak, a kommunizmusnak, meg sok ilyen diktatúrának voltak saját ismérvei, plasztikában is, meg művészetben is, nagyon szélsőséges volt, de például születtek olyan dolgok is politikailag, mint a reneszánszban mondjuk Verrocchiónak a Bartolomeo Colleoni zsoldos vezérről készült szobra a Velencébe, ami még mindig a lovas szobroknak egyik mintaképe, vagy Donatellónak a Gatamelláta. Ezek zsoldos vezérek voltak, mikor a városállamok között folyt a háború, egy-egy ilyen zsoldos vezér állt a városi bandériumok élére. Az én családom egy őshonos tyukodi család. Földbirtokosok voltak világéletükben. Ugye 45 után a TSZ-be beverték, elvették a jószágot, földet. Apámat elhurcolták, kényszermunkás katona volt, muszos, munkaszolgálatos, mert ugye ezeknek a fiataloknak nem adtak fegyvert a kezükbe, mert féltek, hogy visszafordítják a
akkori kommunista állam ellen, így aztán munkaszolgálatra vitték el. Hát nyugodon nőttem föl, Csengérbe születtem, mert ugye Csengérbe volt a legközelebbi kórház akkor, és én voltam az első generációk között, akiknek már muszáj volt, otthon nem lehetett szülni. Nyugodon jártam általános iskolába. Első osztályos voltam, amikor kiderült, hogy komoly tehetségem van a szobrászathoz. Ez úgy történt, hogy ugye akkor már volt ilyen iskola csomag, abban volt gyurma, volt rajzeszköz, és akkor az elsős tanítónéni mutatta, hogy így kell a kígyót csinálni, így kell az almát csinálni, és akkor én is csináltam a gyurmából, amit kellett, és akkor mondta, hogy hát most van egy fél óra vagy 20 perc, ki kell javítani a dolgozatokat a másik osztálynak, ő ült a katedránál, mindenki azt csinál, amit akar. Hát akkor nagy divat volt a szilvalekvár főzés, és én csináltam egy szilvalekvár főző öregasszonyt, hogy nagyanyám még főzik a szilvalekvárt, és egy kis kutya ült mellette. Most a tanárnéni, mikor lejött, akkor összecsapta a kezét, hogy azt mondja, hát édes Istenem, ezt te csináltad, kisfiam, mondtam, hát igen, én csináltam. Hát azt mondja, ezt ő nem is hiszi el, ha nem a szem előtt csinálom, akkor ő nem hiszi el. Beszaladtak az igazgatóhoz, hívták az igazgatót, hogy hát nézze már meg, igazgató, mit csinál ez az elsős gyerek. És hát mindenki csodálkozott, mentek a tanácselnökhöz, hívták a tanácselnököt, hogy ezzel a gyerekkel valamit csinálni kell. Mentek apámhoz a TSZ-be, hogy jöjjön már András bácsi, mert fiam, mit csinál? Tehát azt mondja, megint valami rosszat csinált. Biztos, eleven gyerek voltam. Hát nem. És akkor így indult a szobrászi pályám. Aztán általános iskolában rajzoltam, farigcsáltam fát, ezt, azt, amaszt, és utána mondtam, hogy én a Pestre jelentkezek a művészeti szakközépiskolába. Oda jelentkeztem, fölvettek, utána néhány év kihagyással, mert akkor nem volt könnyű a képzővészeti főiskola, és így kerültem ide. Tulajdonképpen én a képzővészeti főiskolán tanultam, és nem is tudom, harmadikos vagy negyedikes voltam, mikor feleségem, Szirpa, vendéghallgatóként ösztöndíjjal Budapestre jött, majd ő fog erről mesélni, hogy miért jött Budapestre, és akkor ott ismerkedtünk meg, és hát nekem a 80-as évek végén, mivel annak idején előfelvételével vettek föl, ez volt a szokás, hogy elvittek 12 hónapra katonának, és főiskola, most már egyetem után be akartak vinni még egy fél évre katonának, és úgy gondoltam, hogy ez nekem nem hiányzik egyáltalán, ez a fél év vagy egy év még, hogy én ott ugráljak, mert ketté vágja művészi pályámat, és akkor fogtuk magunkat, és kimentünk Finnországba. És azért mentünk ki, mert egyrészt ott volt munkánk is, kiállításokat csináltam, adtam el kisebb munkákat, volt egy megrendelő réteg, már eltelt a katonaidő is, mert túlkoros lettem, és akkor Szirpa mondta, hogy jöjjünk vissza ide Magyarországra. De mivel olyan jó anyagi helyzetben nem voltunk, hogy egy komoly egzisztenciába tudjunk belépni itt Magyarországon, ezért én itt Máté Szalka mellett születtem, meg a Máté Szalkához vannak családi szálaim. Az akkori város hívott, hogy jöjjünk ide, és nekik úgyis kellenek fiatal művészek. Lesz munka, lesz műterem, lakás, és úgy is volt. Amikor Máté Szalkára jöttünk, annyi volt a elvárásunk, hogy legyen egy műhely, tudjunk dolgozni, és hát jött néhány munka, ez anyagilag is viszonylag stabilizálódott a helyzetünk, és akkor így fokról fokra tudtuk építkezni. Aztán gondolkoztunk rajta, hogy maradjunk, ne maradjunk, de mindig jött egy-egy munka, vagy két munka, vagy több munka, és akkor na még ezt is, ezt is, ezt is, és akkor utána jött, hogy na építsünk műhelyt, telepedjünk le Szalkán, legyen egy fix bázisunk, ahol jól érezzük magunkat, és így maradtunk Máté Szalkán. És hát a város is adott munkát, megbecsült bennünket. Most is a Képes Kávéház, ami a város egyik legexponáltabb épülete, ott van egy állandó kiállításunk. A környékről nagyon sok munkát kaptunk, Mária Pócstól, Pócs Petriig, Tarpáig, Fehér Gyarmatig, tehát
sorolni tudnám, 170 valahány ilyen nagy köztéri munkát sikerült. A megyébe körülbelül olyan 90 munkánk van, ami itt a megyéhez kötődik. Pócs Petri keresztút az arról szól, hogy 1948-ban Pócs Petriben működött egy katolikus iskola, általános iskola, vagy akkor polgári iskola, és ezt a kommunizmus meg akarta szüntetni, be akarta zárni, és államosítani akart az iskolát. Ezt az akkori hívő római katolikus Pócs Petriek nem akarták engedni. Hát a sztori az ott van fönt a neten, és ebből lett egy dulakodás este, elsült egy fegyver, és egy rendőr meghalt. Most ugye ez mi történt, mert a rendőr kezdte állítólag a dulakodást, és hogy magába lőtt, vagy valaki lelőtte, ezt nem lehetett tudni. Lényeg az, hogy erre a AVH, Péter Gábor meg Kádár Jánosék kivonultak Pócs Petribe, és óriási, hát azt nem mondom, hogy mészárlás, de megaláztatás szenvedett a falu, elhurcoltak embereket, a plébánost, a jegyzőt, még ki is végeztek embert, az egész falut bebörtönözték, meghurcolták, és ennek az emlékére gyakorlatilag készült ez a keresztút. Az is egy szakrális helyé vált már, a helyi plébános meg a katolikus egyház zarándok utakat szervez oda. Dunántúltól kezdve sok helyről jönnek zarándokok, akik végigjárják ezt a keresztutot. 19-ben kaptam Magyar Aranyérem keresztet, és 2000-ben kaptam Munkácsi díjat. Mátészalka város díszpolgára vagyok, megyei közgyűlés kitüntetését kaptam, meg a művészeti díját, meg most kaptam az ősszel vagy télen megyei prima díjat. Hát álmodni lehet sok mindenről. Hát a Munkácsi díj az, ami egy komolyabb szakmai díj, tehát annak örülök a legjobban. Nekem ez egy ilyen megnyugvás, ha úgy nincs szobrászi munka. Én mindig szívesen festettem, tehát középiskolában nagyon komoly tanáraim voltak. Pirkás Ágostól, Molnár Zoltán, aki most halt meg, akik festészetet is tanítottak. Szobrászat az egy más dolog, ott megint más mesterek. Göbölyös Gyula, ezeknek mond a neve valamit a szakmának. És nagyon szerettem festeni, jó színérzékem volt. És hát van úgy, hogy hosszú ideig nem festek, aztán amikor rám jön, akkor egy-két évet megfestek 30-40 képet, és akkor megint egy pihenés. Most sajnos az utóbbi időben nem volt időm festészettel foglalkozni, mert annyi volt a szobrászmunk, hogy alig győztük. Az utóbbi 5-6 év az nagyon kemény volt ilyen szempontból. Maga a agyagmintakészítés, meg az öntés, meg a idő, határidők, úgyhogy most nem festettem. Hát a szobrászat igazából, ha most nagyot akarok mondani, akkor a teremtés könyvével kezdődik, mert a Jóisten megteremtette a világot 6 nap alatt, 1 napot pihent a 7. nap, és akkor gyönyörködött abban, amit teremtett, és akkor gondolta, hogy megteremtem az embert. És miből teremtettem? Meg sárból összerakta. Ez azt jelenti, hogy mint a szobrász agyagból megmintázta az embert, és még van egy lényeges kérdés, hogy lelket öntött bele. Lelket lehelt bele. Tehát tulajdonképpen az első szobrász az a Jóisten volt, aki az embert megteremtette. De utána nem akarom, hogy mi történt, hogy Ádám, Éva, meg ilyesmi, csak ezt a momentumot emeltem ki, hogy ez egy olyan érdekes dolog nekem, hogy nem csak nekem, hanem az emberiségnek is, hogy tulajdonképpen a Biblia, a teremtés könyve írja le az első szobrászt, aki a Jóisten volt.